És hogy Zoli az összetartozás fontosságáról, az összetartás fontosságát is, ahogy nagyszerűen említette, nekem erre a legjobb példát egy Möntagnak a kommentje adta, egy bizonyos Tóth Laci. Nem tudom, Laci itt vagy? Jó, nagyszerű. Ő írta be egy poszt alá, hogy amikor hírét vett ennek a rendezvénynek, hogy egy testvért megszúrtak közülünk, kötelességem ott lenni, és kötelességem minden magyar embernek ott lenni, és ha tehetném, akkor gyalog is neki indulnék. És Tóth Laci itt van, úgyhogy köszönöm testvér, ez oda-vissza. És köszönöm a Mömnek is ezt a bajtási hozzáállást, és azt az úgynevezett nemzetmentő és nemzetvédelmi feladatoknak az elvégzését is, amit ők kiválóan a magyar közéletben biztosítanak és ellátnak, és ezért pár szóra szeretném ideírni most László Attil a barátomat, hogy mondja el a véleményét a mai rendezvényről. Köszönöm szépen Csirit Jánzsó barátomnak a felvezetés. Kicsit váratlanul ért ez a felkérés, nem készültem rá, de természetes, hogy akkor ilyen brutális cselekmény, bűncselekmény, egy emberölési kísérlet történik egy nemzettestvérünkkel, nevezetesen a betyársereg egyik oszlopos tagjával, akkor a Magyar Önvédelmi Mozgalom, mint mindig, ott áll a magyarság mellett, és ott állunk a testvérszervezetünk mellett, hogy megkérném a mozgalmunk tagjait, hogy köszöntsük a bátor magyar hazafiakat, hogy most itt felsorakoztak az a magyar önvédelem jogán. Bajtársak, adjon az Isten! Úgy legyen! Szolidaritás vállaltunk, ez magától értetődő és természetes. Borzasztó állapotok uralkodnak a közbiztonságba. Én megfogalmaztam néhány napja egy közleményemben a kristálycukor és a gázolaj mellett. Napjainkban a közbiztonság a harmadik legnagyobb hiánycikk, de lehet, hogy a legnagyobb, az első. Borzasztó állapotok vannak, én napi szinten 3-4 segítségkérés kapok, csak én, magyar honfitársainktól. Most éppen 10 perccel ezelőtt hívott fel egy idős néni egyébként, mondta, hogy a rendezvény után vissza fogom hívni. Tehát Magyarországon nincs közbiztonság, a nyírségben különösen nincs közbiztonság, úgyhogy nincs más választásunk, magyar testvéreim, mint az összefogás. Erre egy jó lehetőséget biztosít a harcos magyarok számára a betyársereg, pontosan ugyanúgy, mint a Magyar Önvédelmi Mozgalom is. Úgyhogy zárszóként önvédelemre hívok minden hazájáért aggódó és a közbiztonságért aggódó magyar honfitársamat, mert tényleg nincs időnk, és tényleg nincs mire várunk. Most itt vagyunk közel 1000 magyar hazafi, de remélem, hogy leszünk hamarosan 5000, 10000 és 100000, akik egységesen ki fogunk állni a magyarság vélemében, mert ez a haza, ez a mi hazánk. És most nekünk, a mi generációnak kutya kötelessége az, hogy megvédje azt, amit az őseitől örökül kapott. Úgyhogy önvédelemre fel, testvéreim, Isten óvja Magyarországot, és köszönöm mindenkinek a kiállást!